Irodalom után zenével folytatjuk. Különleges koncertre készül a Tálas Áron trió. A jazz zongorista és dobos együttese két énekesnővel, Szalóki Ágival és Paja Beával lép a közönség elé. Hogy mivel készülnek a koncertre egy kis zene után, elmeséli maga Szalóki Ági és Tálas Áron. Vendégünk Szalóki Ági, Liszt Ferenc díjas énekes, dalszerző és Tálas Áron háromszoros gramofon díjas, junior prima és artisius díjas jazz zongorista és dobos. Jó estét kívánok, szervusztok! Mindkettőtöket viszonylag régóta ismerlek, úgyhogy ezért tegeződünk. Ha már itt felsoroltam ezt a rengeteg díjat, nem állom, hogy ne idézzek tőled egy interjúból, amiben azt mondtad, hogy nem a díjakra emlékszik később az ember, hanem a zenei pillanatokra. Na, mivel ti egyébként szoktatok együtt muzsikálni Ági formációjában is. Van olyan közös zenei pillanat, ami nagyon megmaradt bennetek, és aztán persze majd beszélünk arról, hogy mi vár rátok. Szerintem még talán nem játszottunk ahhoz eleget, hogy, hogy ilyen nagy pillanatokra emlékezzünk, de... Már nekem azért van, amikor a múltkor játszottunk. Mondjuk az félig meddig zenei jellegű. Hát az volt, hogy nagyon fújt a szél, amikor ott Kápolnás nyéken játszottunk a kastély udvarában, és hát egész koncerten azzal küzdöttem, hogy a kottáimat valahogy összeszedjem, mert na mindegy, de érdekes dolgokat elő tud hozni egy ilyen helyzet. Tehát az, hogy kényszeredetten kerested a kottáidat, és valamit nem találtál, mégis muszáj volt a kotta nélkül valamit kihozni a dologból? Igen, igen, de hát mindig kiderül, hogy az ember azért tudja ezeket, csak azért... Talán jobb előhoz pont, valami plusz kreatív energiát. Ami a közös zenei pillanatokat illeti, készülünk erre a koncertre. Szeptember 23-án. Igen. Igen, ez pénteken lesz a Magyar Zeneházában, és nagyon jól érzem magam a próbákon, tehát ott sok jó dolog történik, jól érezzük magunkat. Ugye látszólag két külön, illetve három, hiszen Paja Bea is fellép ezen a koncerten, szóval három zenei világ találkozik. Persze ezeknek vannak meccés pontjai, mert nagyjából Szalóki Ágiról és Paja Beáról is elmondható, hogy korábban is foglalkozott már jazzzel. De Tálas Áronról talán kevésbé közismert, hogy mondjuk a népzenéhez van-e köze, és hogyha igen, akkor mi? Igen, hát inkább talán közvetve olyan szempontból, hogy a saját trióra írt számaimban is azért felelhető egy-két ilyen népzenei elem, de ezeket nem igazán tudatosan próbálom beépíteni, hanem szerencsére így valamennyi lerakódott azokból is, meg hát nyilván ugye a Bartók által ismert, vagy tehát a Bartók népdal feldolgozásaiból nekem nagyon sok a szívemhez közel áll, úgyhogy az, aki gyakorva akaratlanul hatással vannak rám. És ezek ki lesznek domborítva ezen a koncerten szeptember 23-án. És még egy dolog, hogy mit szóltok, most léptek fel először a Magyar Zeneházában? Egyáltalán hogy szól ez, mire számítotok, hogy meglepetés volt-e? Hát a Magyar Zeneházában szerintem külön-külön már játszottunk, nem? Én egyszer már játszottam. Én vagy 3-4-szer már biztosan. És hát szerintem jól fog szólni, mert ez egy ilyen nyugodtabb, tehát nem jól fog állni szerintem a terem ennek a hangzásnak, mert ez egy ilyen finomabb koncert lesz. Ági nagyon bólogatott erre a finomabb szóra, miért? Azért, mert ha már az akusztikáról beszélünk, akkor a Magyar Zeneháza az egy olyan
koncertterem, amelyből talán kevés van Budapesten. Ez a se nem kicsi, se nem nagy, éppen hozzám való vagy típusú koncertterem, ahol elsősorban akusztikus, illetve finomabban megszólaló formációk szólhatnak jól, vagy érezhetik magukat jobban, mert hogy ez egy 300 vagy 400 fős terem, és a nézőközönség egy üvegfalat lát, pontosabban a Városligetet láthatja, hiszen a Fujimoto építész úgy tervezte meg a színpadot, hogy egy üvegfal helyezkedik el a színpad mögött, tehát a színpadon játszók. Tehát gyönyörű a környezet. Nagyon szép. Igen. A környezet. És közben mégis intim az egész. És intim, hiszen egy trió kísér majd minket, Csizi László, ifjabb Tóth István és Tálas Áron, illetve hogy alapvetően külön-külön fogunk énekelni Beával, de lesz majd olyan is, amikor együtt énekelünk. És a koncert első fele meg tulajdonképpen az én új trió szerzeményeimnek lesz egy ilyen bemutatója. Mert ez a harmadik lemeznek az anyaga? Igen. És mit hoz Ági magával, hiszen neki is a közelmúltban megjelent az Ümmögő idő című lemeze, de nem tudom, hogy erről választottál-e. És ha már világok találkozásánál tartunk, egyébként te ezen a lemezen a régi zene felé is nyitottál, vagy jobban elmélyültél benne. Igen, úgyhogy módosítom, amit mondtam az előbb, hogy én már kétszer léptem föl a Magyar Zeneházába, csak egyszer bent, egyszer kint, mert ő szabadtéri színpada. Igen, is van a mögött, Magyar Zeneházának. Ez a lemez augusztusban jelent meg, és ez a 10. lemezem, és egy 5., amit gyerekeknek készítettem. Valóban régi zene is megszólal ezen a lemezen. Amit pedig átemeltem erről a lemezről, mert kiválasztottam egy olyan dalt is, ami a lemezemen is hát már megszólalt, de az Áron máshogy dolgozta. Mm-hmm. Templomkerítésbe folyó patakicska, egy bukovinai székely néptal. Hogy áll össze egy ilyen koncert? Tehát ilyenkor kihív meg kit? Ki harcol idézőjelbe, ki veszekszik kivel, hogy melyik dal hangozzon el, vagy tehát hogy működik ez? Hát alapvetően mondjuk úgy én mondom szerintem mindenre így az áment, de alapvetően Ágit és Beát kértem meg, hogy ők küldjenek számokat, és akkor azokból választottunk. Tehát ezt teljesen rájuk bíztam, mert nem akartam, hogy most én kiválasztok erőszakosan olyan dalokat, ami nekem tetszik, de lehet, hogy ők nem szívesen énekelnék el. Viszont meséltek arról egy picit, hogy miért zenéltek együtt szívesen. Ugye mindig egy ilyen kollaborációnál az a feltétele a dolognak, hogy meglegyen az a fajta egymást inspiráló hatás, ami nélkül elképzelhetetlen a dolog. Mi inspirál egymásban titeket? Hát nem véletlen, hogy egyébként is ezen a koncerten túl is szoktatok együtt muzsikálni. Kezdettem. Jó. Hát én nagyon szeretek Ágival is, meg Beával is játszani, mert mind a ketten amellett, hogy ugye a népzene képviselői, azon kívül még nagyon sok minden mást is kiválóan csinálnak, és az nagyon fontos, hogy ez a fajta nyitottság, ami ebből jön, az, hogy mondjam, ez egy olyan táptalajt ad, ami a könnyű munkát az teljesen lehetővé teszi. Tehát, hogy tényleg néha vannak olyan ötleteim, hogy lehet, hogy valaki más már azt mondaná, hogy inkább nem tudom, legyen népzenésebb, vagy legyen ilyenebb, vagy olyanabb, de Ágiék eddig nem mondták. Úgyhogy... És Ági? Te 25 éve vagyok a pályán, és sok zenésszel dolgoztam együtt, és közülük többen voltak olyanok, akik népzenéhez nyúltak, és hát kíváncsi voltam és vagyok arra, hogy a legfiatalabb generáció egyik legkiválóbb képviselője milyen érzelmekkel, gondolatokkal és milyen technikával nyúl a magyar népdalkincshez, illetve általában a népzenéhez. És hát Áron nagy talentummal és igazi őszinte hát lelkesedéssel és elmélyülten kíváncsian nyúl ehhez. Én néha mondom neki, hogy ne így, inkább más vagy kicsit. Tehát én azért képviselem a saját érdekeimet is, de ez az ő
koncertje, ez az ő szerzeményei, és tulajdonképpen az iránta és a zenéje iránt érzett tiszteletem. Ez a végszó, és hát ugyanilyen őszinte lelkesedéssel, mint ahogy ti játszotok, várjuk mi ezt a koncertet. Köszönjük szépen, hogy itt köszönjük, mi is várjuk. Szépen. Köszönjük.